Rangos építészeti elismerés jelöltjei között van a Gajatetői kilátó. A nemzetközi versenyben egy szakmai zsűri válogatta be a kilátót a renováció kategória 5 döntőse közé, most pedig a közönség szavazatokat várják. A kőtornyot tavaly alakították át modern építészeti eszközökkel. Ha az épület megnyeri a díjat, az nem csak a tervezők, de a hazai építészet elismerése is lesz, mondja az egyik tervező. Van esélyünk arra, hogy felkerüljünk a világ térképre, ami azt jelenti, hogy egy figyelem irányul Magyarország építészetére is. A kilátó számára pedig azt jelentheti, hogy a turisztikai ismertsége növekedik. Már most is több olyan külföldi tanácsadó oldal feltette a programjai közé, amiknek a következtében növekedhet itt a turizmus. A kilátó közelében hamarosan egy színpad épül, és számos rendezvényt is szerveznek Gajatetőn, hogy minél többen ellátogassanak a festői szépségű környékre. Tavaly a Felső-Mátrában 160 ezer vendégészakát töltöttek el a turisták. A cél tovább növelni ezt a számot. A szeptemberi megnyitó óta a visszajelzések alapján folyamatosan nő a vendégészakák száma, nem csak nálunk, hanem a környező szállásokban is. Ugye ez is volt a cél, hogy egy új hangsúlyt adjunk a Felső-Mátrának ebből a komplexummal. A Gajatetői kilátóra április 1-ig lehet szavazni, a győzteseket április 12-én hirdetik ki. A Gaja kilátó honlapján és közösségi oldalán találhatók részletek a voksolás menetéről.